Örvendezzünk minnyájan az Úrban, nagy boldogasszonyt ünnepelve, akinek mennybevételén újonganak az angyalok, és magasztalják Isten fiát. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzá? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújongott méhemben a magza. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt: magasztalja lelkem az Ura, és szívem újjong megváltó Istenemben. Mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, lám ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széllyel szórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét Izrael, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonába. Ezek az evangélium igéi. A mai napon azt ünnepeljük, hogy a boldogságos Szűz Máriát, Jézus Szűz anyját, Isten elszenderülése után, földi életből való távozása után, testével, lelkével együtt fölvette a mennyei dicsőségbe. Az új teremtésnek az a műve, amelyik Jézus föltámadásával vált kézzelfogható valósággá, ígéretből tényé, az új ég és új föld teremtése, amely Jézus megdicsőült testében történt meg először és csírájában, ez elsőnek azzal folytatódott, aki legszorosabb személyi kapcsolatban van Jézussal, a föltámadt és megdicsőült Jézus magához vonzotta azt, akinek a testében ő testet öltött. Ezt 1950-ben mondta ki 12. Pius pápa, mint hittételt, az egyház változatlan és mindig is meglévő hite alapján, a Szentírás alapján, amelyik, amint hallottuk a Szentleckében, azt mondja, hogy mindenki a maga helyén támad föl, tehát dicsőül meg testben, először Krisztus, és utána, aki Krisztushoz tartozta. Tehát a Krisztushoz tartozás az oka és mércéje a test megdicsőülésének. Ebből következik, hogy a boldogságos szűz, aki hite révén az anyaság egyedülálló kötelékével kapcsolódik Jézushoz, a föltámadásban is az első helyen áll, mivel Isten megóvta őt az áteredő bűntől, hogy szeplőtelen talajra lépjen az ember élet, Isten, a végtelen szentség, azért megóvta őt a test romlásától is, amitől ami az áteredő bűnnel köszönt az emberre. Vannak szentek, akiknek testét
épségben őrzik, meg lehet találni, meg lehet akár érinteni is a szent erekjét, ott van a test, bebalzsamozás nélkül, változatlanul, úgy várja a föltámadást. Ez egy kivételes karizma itt a egyház jelen idejében, nem mindenki, még nagy szentek sem mindig részesednek benne, de van ez a jelenség, és ez jelzi és mutatja Szent Bernadett, például a Lourdes látnok ott fekszik üvegkoporsóban, teljes épségben. Ugye ez jelzi előre azt, hogy ez a mennyei valóság, amelyet ünneplünk, és ahova minnyáján készülünk, az kézzel fogható, és kiterjed az emberi testre. Valóban Isten az emberi testnek épp úgy üdvözítője, mint az emberi léleknek. És ez az első üzenete számunkra, Nagy Boldogasszony ünnepének. Mi a test feltámadásában hiszünk, a test az üdvösségnek részese, hogy tragikus módon részese a kárhozatnak is. Amit várunk, az nem egy szellemvilág. Hiszünk abban, hogy az embernek halhatatlan szellemi lelke van, és ez a lélek nem semmisülne meg, akkor sem, hogyha a test megsemmisülne. De az ember számára nem természetes állapot, nem természetes életállapot egy test nélküli szellemi létezés. Ha nem történne meg a test feltámadása, akkor az emberi élet, mint egy kristályos állapotban maradna abban az időn és téren kívüliségben, amiben a szellem létezik. Ez az angyalok számára természetes állapot, az ember számára azonban egy hiányos állapot, egy olyan véglegesség, amely nem folytatható, mert az ember szellemi tevékenységeihez szüksége van a testére, és ezért a mi hitünk nem azt állítja, hogy a lélek halhatatlan, azt is állítja, de nem elégszik meg ezzel, hanem azt állítja, hogy a test feltámad. Tehát az egész ember üdvösségét mondja, a test és a lélek üdvösségét. Nem lehet a testet kiküszöbölni. Ugye most divat a reinkarnációs teória, ami szerint ugye az ember egy szellemi lény, valami szellemi szférákban létezik, és időnként leszületik, fogja magát és leszületik a földre, ugye felölt egy testet. Ez képtelenség, ez az állítás. Az ember nem leszületik, az ember létrejön, Isten megteremti természetes másodlagos okok felhasználásával, ugye a normális nemző tevékenység felhasználásával, az ember Isten megteremti azt az egyedi embert, aki nem cserélhető föl, még az egypetélyű ikrek sem cserélhetők föl, az egy egyetlen valaki, amint egyetlen a teste, és a test és a lélek egysége alkotja ezt az egyetlen ember. Ennek a személyi azonosságához a test épp úgy hozzátartozik, mint a lélek, és ha az a lélek újra testet ölt, akkor az nem egy másik testbe való költözés, ami képtelenség, egy embernek két teste nincsen, hanem a test föltámadása, vagy szerves folytatása és betetőződése annak, ami a földön történt azzal a testtel, mint ahogy Jézus megdicsül testén, ott látjuk a sebeket, a keresztre feszítés sebeit. Tedd bele, Tamás, mondja, tedd bele az ujjadat, tapintsd meg az oldalamat, itt vannak a sebek. Ezek a sebek, ezek megdicsülten jelen vannak az örökké valóságban, Krisztus testén. Egy embernek csak egy teste van, és ha az ember újra testet ölt, az a földi életének a szerves beteljesülése. Ugyanaz a test, ez nem a molekulák azonosságában áll, hanem a személy azonosságban, de szükségképpen ugyanaz a test. Egy személy két testben nem létezhet. Ha az ember így
leszületne és vándorolna, hogy elképzelik, akkor nem ember lenne, hanem egy angyal, aki időnként vendégszerepel a Földön. Nem tagadjuk azt, hogy vannak angyalok, de mi nem vagyunk angyalok. Nem tagadjuk azt, hogy egy angyal vendégszerepelhet a Földön, akár emberi formát is mutatva, de mi nem vendégszereplünk nekünk. Ez az életünk, és ez az életünk jár örök beteljesedéssel, vagy örök frusztrációval. Ebben a testben fogunk üdvözülni, vagy elkárhozni. Már az első század végén megjelent az első keresztény eretnekség, a doketizmus. Dokézis az látszatot jelent. Doketizmus az a tan, amely szerint Jézusnak tulajdonképpen nem volt teste, s ő nem szenvedett a kereszten, és nem halt meg, hanem csak látszatból öltött teste, látszat szerint szenvedett, és látszat szerint halt meg, mert a megváltás igazából nem abban áll, hogy Jézus testében magába veszi, magába foglalja az ember minden nyomorúságát, és Jézus föltámadása azt legyőzi, hanem abban áll, hogy Jézus kiszabadítja az emberi lelkeket a test fogságából. És ezért ő nem lehet olyan lélek, amelyik a test fogságában van, hanem csak látszat testben jöhetett el, mert voltak éppen az történik a megváltásban, hogy Jézus a lelkek számára lehetővé teszi, hogy a testüket levessék, megszabaduljanak tőle, és így üdvözüljenek. Ez a gnosztikus felfogás, amelyik a testet rossznak tartja, ez nem a keresztény felfogás, a Bibliában nem az van, a Bibliában az van, hogy Isten a föld porából alkotja az ember, és az élet leheletét leheli az orrát. Ez a föld porából alkotott ember, ez a test, ez az isteni élet lehelettel éltetett ember, ez a lélek, és a kettő ugyanaz az ember. Ha a kettő elválik, az halál. Isten természet fölötti úton magához emeli az üdvözülteket, már a test föltámadása előtt, de ennek szerves következménye a test életrekelése az Úr második eljövetelekor, mindenki akkor támad föl, amikor sorra kerül. Szűz Mária kivételes szerepet játszott a megtestesülésben és a megváltásban, ennek megfelelően kivételesen radikális módon mutatkozik meg ő benne az, ami mindnyájunkkal történni fog. A második üzenete számunkra a mai ünnepnek éppen ez a személyesség. Mária egyedülálló kapcsolata fiával az alapja az összes Mária dogmáknak, az összes privilégiumoknak, amelyeket a Szentszűzről vallunk, amelyek voltak éppen azonosak a kegyelmi élet általános elveivel, csak önálló radikálisan vannak jelen. És ennek alapja az a személyes viszony, ami anya és fia között van, amilyen nincs még egy. Máriáról csupa olyan dolgot lehet állítani, amit nem lehet minden hívőről állítani, mert anya és fiú nincs, ilyen kapcsolat nincs még egy. Egyetlen édesanyja van. Ez a személyes viszony fontosságát emeli ki számunkra az üdvösségbe. Hogy mi, ha Isten kegyelméből üdvözülünk, nem azért fogunk üdvözülni, mert jobbak vagyunk, vagy tökéletesebbek vagyunk más embereknél, hanem az ő kegyelméből, az ő hozzá fűződő kapcsolatunk miatt. És ez egy felszólítás személyes kapcsolatra Istennel. Személyes kapcsolatra az üdvözítő Jézussal. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradoztok és terhelve vagytok, én megenyhítlek titeket. Sokszor úgy viselkedünk, ugye, mintha Jézus azt mondta volna, hogy békét hagyok azoknak, akik fáradoznak és terhelve vannak,
őket nem fárasztom azzal, hogy hozzám jöjjenek. De nem ezt mondta, hanem éppen az ellenkezőjét, hogy jöjjetek hozzám, amikor elfáradtatok. Mert ott kaptok pihenést. Ez a személyes viszony Jézussal, ami egyúttal személyes viszony a teljes Szent Háromsággal, és kapcsolata mennyei szentekkel és angyalokkal, boldogságos szűzzel kiemelt helyen. Ez a személyes kapcsolat keresztény életünk lényege. Van egy nagyon szép zsoltár, az egyház minden vasárnap imádkozza a befejező imaórában, nyugovóra térés előtt, amelyik az Isten oltalmáról szól, hogy hogyan oltalmaz bennünket Isten. Abban van többek között az, hogy angyalainak parancsolt felőled, hogy kőbe ne üsd lábadat. Ja, és még hasonló nagyon szép dolgok vannak benne, akármilyen baj ér másokat, téged nem fog baj érni, mert rád Isten vigyáz. Egy gyönyörű szép zsoltár, ez a 91-es a Szentírás számozása, a Héber számozás szerint. Most ebben a 91-es zsoltárban van egy sorpár, hűséges hozzám, azért megmentem, megszabadítom, mert nevemet ismer. Tehát nem azt mondja, hogy fedhetetlen, azért megmentem. Megőrizte magát tisztán, azért megszabadítom. Nem azt mondja, hogy hűséges hozzá, személyes viszont. Megszabadítom, mert nevemet ismeri. Az Isten ismeret, a névnek az ismerete az a személyes kapcsolatot jelenti, akinek a nevét tudom, az már mintegy kiszolgáltatta nekem a személyét a bibliai, ókori keleti gondolkodás szerint. Azért Isten nem is mondja meg a nevét még azoknak se, akiknek egészen bizalmasan jelenik meg. Egyszer mégis megmondja a csipkebokor jelenetben Mózesnek, és ezt folytatja és teljesíti be Jézus, aki ezt mondja a János evangéliumban, kinyilatkoztattam nekik nevedet. Nem egy új betűcsoportot közölt velünk Jézus, nem is a négybetűs szent nevet vonta be új tisztelettel, ahogy a Jehova tanúk állítják, nem, hanem Jézus maga az Isten legszemélyesebb kinyilatkoztatása. És ezért, akik Jézusban élünk, bensőségesen belülről ismerjük Istent, úgy, mint a barát ismeri a barátot, úgy, mint a jegyes ismeri a jegyest, mint a házastárs a házastársat. Erről van szó. Ez a személyes kapcsolat az, amelyik az üdvösségünknek az oka. Persze ez jó cselekedetekkel jár, és ki kell érdemelni az üdvösséget, de jó cselekedeteket is Isten kegyelméből kapjuk, azért, mert ő hozzá tartozunk, tehát ő hozzá tartozni, minél igazabb szeretettel, minél szenvedélyesebb szeretettel, ő hozzá tartozni, ez a program. És a harmadik üzenete a mai ünnepnek az, hogy mindez számunkra egy igen nagy remény forrása. Ez azt jelenti, hogy ha én kapcsolatban állok az én Urammal, a magam módján, nem Szűz Mária módján, de a magam módján velem is megtörténik az, ami Szűz Máriával megtörténik. Testemben fölvétetem a mennyei dicsőségbe. Ennek vagyok a várományosa, sőt ez érlelődik a földi életem során. Ha valaki azt kérdezné, hogy hol van a menny, nem tudunk neki koordinátákat adni. Nincsenek olyan koordináták, amelyekkel el lehet helyezni az univerzumban a mennyet. Ilyen nincs. Akárhova megyünk az univerzumban, mindenütt csak, most így értve a dolgot, földet találunk. Ugyanazt az anyagot, ugyanazt a létminőséget, amit a földről ismerünk. Nincs más az univerzumon belül a föltámadt Krisztus teste,
nem a világegyetem távoli pontján várakozik a visszatérésre, hanem megdicsőten jelen van köztünk, veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Itt van az oltári szentségben, megdicsőten az érzékszervek számára meg nem közelíthetően, de teljes valóságosan, testi valósággal, és köréje szerveződik az egyház élete, ami az egyház életében politika, pénz, emberi indulat, emberi gyarlóság, az mind csak járulékos, jelentéktelen elem. Az egyház életének lényege az, hogy körülveszi a föltámadt Jézus, a megdicsőült Jézus, részesedik életében és újon. Ez az egyház legfontosabb tevékenysége. És a liturgiában mi ugye halljuk az újongás szót, és bágyattan mosolygunk, hogy dehogy újongok, én annyi bajom van, hogy akkor megkaptam ezzel azt a feszültséget, ami adva van a földi nyomorúság és a mennyei dicsőség között, és a mi hazánk a mennyben van, nekem a mennyei dicsőségben kell otthon lennem már itt a földön is. Nagyon sajnálom azokat a keresztényeket, akik Istenről úgy beszélnek, mint egy távoli valakiről. Ő nem távoli. A távolisága a mi attitűdünk következménye, a mi hitetlenségünké, a mi bűneinké. Ő nem távoli. Ő közölte velünk a nevét, kinyilatkoztatta a nevét, föltárt a legbensőbb személyességét előttünk. Nincs távol. Néhány héttel ezelőtt, talán két, talán három héttel ezelőtt, ilyen esti misén homiliában említettem, beszéltem egy kicsit Szent Pálnak arról a mondatáról, hogy ne a láthatókra fordítsuk figyelmünket, hanem a láthatatlanokra. És ezzel kapcsolatban föltették nekem a kérdést, a jogos kérdést, de hát nekem dolgom van itt a földön, amit el kell végeznem itt a földön. Hogyha én állandóan a láthatatlanokra figyelek, akkor a látható dolgok között nem tudom elvégezni a feladatomat. Ez a probléma sokszor foglalkoztatott engem, hogy a világi keresztény, akinek megvan a hivatási munkája, és arra komolyan koncentrálnia kell, ki is meríti. Megvan a családi élete, és az meríti ki még csak igazán. Ugye a világi keresztény számára hogyan lehetséges az, hogy a mennyei dolgokra figyeljen, hogy betöltse az életét a menny. Nagyon sokat segít ilyen szempontból José María Escribának, az Opus Dei alapítójának a szenté avatása. Ezzel jóvá van hagyva az ő lelkisége, az ő lelkisége pedig az elsősorban a munkával való megszentelődés. Tehát azt mondja, nem az a fontos, hogy mit csinálsz, kis dolgot vagy nagy dolgot, amit csinálsz, csináld jól. Istenért jól csinálni a munkát. Na, a Szentírásban is benne van, hogy rabszolgák ne úgy dolgozzanak, mint a földi úrnak, hanem mint a mennyei úrnak, az úrnak szolgáltak. Tehát jól csinálni, ahhoz pedig oda kell figyelni. Én nem szeretném azt, hogy egy gyógyszerész az én gyógyszeremet úgy készítse el, hogy közben rózsafüzért imádkozik. Én azt szeretném, hogyha odafigyelne. Nem szeretném, hogy aki vezeti azt a hév szerelvényt, amin utazom, az közben szentírást olvasna félszemmel. Azt szeretném, hogyha odafigyelne az ő vezetői munkájára. Hát semmiképpen nem lehet az az Isten akarata, hogy mi ne figyeljünk a földi dolgokra. Csak hogy van egy más dolog. Ha valaki szerelmes, és mondjuk közben vizsgázik az egyetemen, akkor vizsgázik és próbálja az anyagot megtanulni, amennyire
rá tudja az agyát állítani, de azért érzi közben is, hogy szerelmes, és ez a vizsga most nem olyan fontos, mint hogyha nem volna szerelmes. Ha valakinek van egy családja, ahová hazatérhet, az máshogy fogja végezni a napi munkáját, mint az, akinek nincs hová hazamennie. Ha valakinek van mondjuk édesanyja, vagy egy édesanyjának megvan a gyermeke, akkor az máshogy fogja végezni a napi teendőit, mint hogyha mondjuk elvesztette volna azt az édesanyját, vagy azt a gyermeket. Tehát aki szeret valakit személyes szeretettel, annak ez a szeretet jelen van abban a tevékenységében is, amire éppen aktuálisan figyel. Egy kisgyermekes anya, ha történetesen más vigyáz a gyermekére, és valami mással foglalkozik, egy hivatalba megy, vagy a gyermeke keresztelőjét megbeszélni a plébániára, akkor is tudja, hogy neki van a gyermeke, és az várja, és minél hamarabb haza kell hozzá mennie. Máshogy csinálja, de és erről van szó, hogy máshogy csináljuk. Tehát odafigyelünk a világi dolgokra. Nem lehet úgy jól dolgozni, hogy nem figyelünk oda. Egy zenész mondta egyszer, mondta, hogy ő Isten dicsőségére akar zenélni, és sokáig gondolkozott azon, hogy hogy lehet imádkozzon, miközben zenél, vagy pedig csak zenéljen, és aztán oda lyukadt ki, hogy amikor zenél, akkor csak zenél, akkor arra figyel egészen, de viszont felajánlja előtte és utána Istennek, és ez a helyes. Tehát nem egy kifejezett figyelem, hanem egy őrláng van bennünk, amelyik állandóan Isten felé lobog. Vagy inkább úgy mondanám, hogy egy más közegben dolgozunk. Egy természetfeletti közegben. A mennyei dicsőség, mondom, nincs távol. A dimenziója más. A lelki dimenziója más, egzisztenciális dimenziója más. De ha mi abban a dimenzióban mozgunk, akkor ott van, és akkor más közegben dolgozunk, más a horizontunk, más a reménységünk, egész más, hogy állunk ahhoz a dolgokhoz, és a kudarcokhoz is, amik vele járnak, és a konfliktusokhoz is, amik vele járnak, egészen más, hogy állunk, mint hogyha csak az volna, és nem volna a végtelen horizont, a mennyei dicsőség, amely betölti napjainkat. A mi hazánk a mennyben van, ami Máriával történt, az rendkívüli módon történt, de nem rendkívüli, hanem az, aminek minden kereszténnyel veled is meg kell történnie.